I was just happy. It was so fun to be back. It's been eight long weeks with a couple of hard weeks when I felt really bad and had so much pain. So this was just fun. Egyértelmű ez a múlt heti túránk után szükségünk volt egy olyan mérkőzésre, ahol újra úgy érezhetjük, hogy tényleg azért van itt keresnivalónk, és már sokszor bizonyítottuk, hiszen jó csapatunk van, minden csapatnak van a hullámvölgye, és egyértelmű, hogy nem lehet végigjátszani egy szezont úgy, hogy tökéletesen minden meccset hibátlanul lehozol. Úgy gondolom, hogy most jól reagáltunk erre, egy nagyon fontos volt, hogy itt ez a kis rövid szünet előtt, pont az ünnepek előtt hazai pályán megint egy kicsit az önbizalmunkat helyre tegyük. It's a good team and yeah, it wasn't easy, but we fought it the whole way and it paid off. The fans helped us a lot in the end and like when you hear them shouting and screaming, you get so much energy, so it was awesome. I think we need to be good defensively because they have good guys offensively, like they are like Luciani and a couple of Swedes, so they are really good like playing offense but not as good defense, so I think we need to take advantage of that and then we will be successful. Igen, biztos vagyok benne, hogy ott náluk hazai pályán nagyon nehéz a szellemük játszani, gyorsak és kemények, technikásak. Úgy gondolom, hogy a fegyelmezett védekezésünket kell erőltetni tényleg, és hát remélhetjük, hogy a helyzeteinket be fogjuk lőni, de biztos, hogy nagyon egy kemény mérkőzés lesz. Always good. That was what we want and that was what we supposed to do and today was a good start and hopefully or which we gonna do like that. That's how we gonna play. That's how we gonna win games like full of energy.